Rövid téli szünet után köszöntöm ismét a helyzetben Baranya nézőit. Bár télen a pályák havasak, sárosak voltak, nem állt meg a labdarúgó élet Baranyában. A teremben zajló kupák, meccsek mellett óriási sikerre rendezte meg immár negyedszer a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya megyei igazgatósága téli műfüves tornáját 52 csapat részvételével. Emellett zajlott az élet a játékvezetőknél is, és február végén már éles bajnoki meccseket is játszottak a megyében. Nézzük, mit kínálunk önöknek. A Csofém 4. Baranya megyei téli műfüves nagypályás bajnokságban a megyei első és másodosztályú csapatok közül 22-en neveztek. A Kozár Michelin és a PMFC U19-es gárdájával egészült ki 24-esre a mezőny. A csoportmeccseket követően a Beremend és a Szederkény játszott a bronzéremért, míg a PVSK a Sejjével mérkőzött a kupáért. A Csofém 4. Baranya megyei téli műfüves bajnokság megye 1-es és 2-es csapatainak döntőire kiderült, hogy biztos új győztest avatnak majd a sorozat végén, ugyanis nem jutott a fináléba sem a Szászvár, sem a Siklós, akiknek eddig rákerült a neve a kupára. Pályára lépett viszont a Kozár Michelini döntőben a PVSK és a Selje, és a 2x40 perces mérkőzés első fél ideje gól nélküli döntetlent hozott. Fordulás után viszont hamar gólt szerzett a Selje Szabó Kornél révén, majd nem sokkal később Sarkanti Márk is betalált, ezt követően Szabó Kornél újabb gólja már a biztos seljei kupa győzelmet jelentette. A harmadik helyért Beremend Szederkény 1-3. A Csofém 4. téli műfüves bajnokságon alulmaradt a döntőben a csapat a Selje ellen. Csalódottak? Hát én azért vagyok csalódott leginkább, mert eddig ezen a tornán nagyon jól játszottunk, és hát rengeteg gólt rúgtunk. Ezen a mérkőzésen igazából helyzetünk se volt, és ezért vagyok csalódott. Maga a torna mennyire sikerült a felkészülést szolgálnia? Hát megmondom őszintén, ez nagyon jó kis torna volt, azért is volt jó, mert jó ellenfelekkel játszottunk, ugyanakkor a sok sérülés miatt többször kevesebben voltunk a kispadon, rövidebbek voltak a kispadok, viszont ezáltal sokkal többet tudtak játszani a játékosok, akik ugye eleve játszottak volna. Ugyanakkor azt az el kell mondani tényleg, hogy ez a több héten keresztül tartó torna alatt nagyon jó kis lehetőség kínálkozott arra, hogy több mindent begyakoroljunk. Mi lesz akkor tavasszal? Hát tavasszal reményeink szerint jobban fogunk szerepelni, mint ősszel, úgyhogy egy kicsit egy-két helyet még előre tudunk lépni, de hát össze kell állni a csapatnak, nincs más. Simán nyert a Selje a döntőben a Csofém 4. téli műfős bajnokságon. Ezt az eredményt várta? Hát mindenképpen győzelmet vártam, de hogy ennyire sima mérkőzés lesz, ez szerintem nem volt benne a pakliba. Tehát 3-0 is nem azt mondom, hogy túlzó, de maga biztos, hál' Istennek megnyugtató lett a vége, úgyhogy győzelmet vártam, de hogy ennyire sima, az csak habatortán. Milyen volt önmagában a torna, mennyire segítette a felkészülést? Hát hál' Istennek, hogy vannak ezek a műfüves pályák, amit meg tudták szervezni a tornát. Mindenképpen előny, mert a játékterek, ugye leesett a hó, fagy, utána leesett az eső, tehát alkalmatlanok a természetes talajú pályák, és mindenképpen segített a felkészülésünket. Mire lesz ez elég tavasszal? Hát érmet szeretnénk Sejjére vinni. Hát az, hogy
mire leszünk képesek. Szerintem az első párfordulóban ott nagyon sok minden el fog dőlni. Nem csak rajtunk múlik, nagyon szoros a mezőny, a többi csapat kiderülnek majd tétmérkőzésen az erősítései. És én úgy gondolom, hogy ott fog eldőlni sok minden. A Csofém 4. Baranya megyei téli műfüves nagypályás bajnokságban a megyei 3. és 4. osztályú csapatok közül 28-an álltak rajthoz. Itt is 4-es csoportokba sorsolták az indulókat. A körmérkőzéseket követően a Diana, a Hetvehely, a Magyarszék és a Nagy Árpád jutott a legjobb 4 közé. Hogy végül kiemelhette a magasba a Kozár Mislenyi döntőt követően a Serleget, most megtudhatják. A Csofém 4. Baranya megyei téli műfőes bajnokság megyei 3. és 4. osztályú csapatainak bajnoka a Diana SL lett. A döntőbe jutásért és a helyosztókon játszott mérkőzéseken mondhatni egymást kopírozták a csapatok. A döntőbe jutásért előbb a Diana nyert 2-0 a 40 perces összecsapáson a Hetvehely ellen, majd a Nagy Árpád múlta felül ugyanilyen arányban a Magyarszéket. A harmadik helyért a Magyarszék 1-1-es döntetlen követően büntetőkkel 3-2-re diadalmaskodott a Hetvehellyel szemben. A döntőben pedig ugyanez volt a forgatókönyv, itt a Diana nyert 1-1-es rendes játékidő után büntetőkkel, szintén 3-2-re a Nagy Árpád ellen. Döntőt játszottak itt a 4. Csofém Kupa téli műfüves bajnokságon. Büntetőkkel maradtak alul, nagyon csalódott? Elégedett vagyok, mert döntőbe jutottunk. Sajnos ez már pénzfeldobás, ez a 11-es párbaj, ebből rosszul jöttünk ide. Abszolút nem vagyok csalódott. Mennyiben szolgálta a felkészülést a torna? Nagyon jó. Hihetetlen jó körülmények között ugye műfüves pályákon történtek a mérkőzések. Nagyon összeszokott a csapat. Most jövő héten megyünk egy edzőtáborba, ahol még jobban összeszokunk, és reméljük a legjobbat kihozzuk a szezonból. Jövőre? Ugyanitt. Szerencse most az, hogy mellénk állt. Hát itt az utolsó 11-es láthattuk, hogy hát így elnagyképüsködtek tulajdonképpen az ellenfél. Szerencsénk is volt, de úgy gondolom, hogy megérdemeltenyeltük meg a tornát azért Mohácson, és azért szépen előhoztuk a csoportmeccseinket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó felkészülés volt most számunkra, hiszen nyilvánvalóan most már az első helyen vagyunk a 3 pont előnnyel a bajnokságban, és is szeretnénk most már megnyerni, hogyha egyszer idáig eljutottunk. Egy picit visszatérve erre a felkészülési tornára, miben segített a csapatnak? Hát úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenben, azért egy-két új játékost azért sikerült igazolnunk itt a tél folyamán. Nyilván az ő beépítésükben is azért nagyon nagy segítség, hogy azért van ez a torna. Hát tulajdonképpen a játékunkat próbáljuk ilyenkor, ami főben egy jó a talaj, ugye, és nekünk a hazai pályán, főleg ott a Várkölyben azért egy elég jó hasonló minőségű gyepen tudunk mérkőzéseket játszani. Hát nekünk a játékunkat itt próbáltuk csiszolni, hát helyek közel sikerült, azt kell, hogy mondjam, mert azért volt néhány olyan mérkőzés, amikor nem voltam megelégedve, de azt gondolom, hogy meg csapattá formálódtunk még jobban. Nagyon jó kis közösség voltunk, még jobbak lettünk, úgy gondolom. Jövőre címvédési céllal? Mindenképpen. 2 éve is bemutunk a döntőbe, akkor elbuktuk sajnos. Most sikerült megnyerni, nyilván mindig úgy állunk neki, mindig győzni szeretnénk. Ez a cél most is. Ugyan a futball savaborsa, a játék, a meccsek, de rengeteg fontos tennivaló van a háttérben is, ami a bajnokságok zökkenőmentes lebonyolítását segíti. Első hallásra unalmasnak tetszhet egy liga értekezlet, de a csapatok legtöbbször itt jutnak első kézből információkhoz arról, mire számíthatnak a jövőben, mire készüljenek. Nem mellesleg itt egyeztetik a tavaszi menetrendet is a bajnokságokban. Ennek megfelelően szép számmal képviseltették magukat az egyesületek. A szokásos
tavaszi szezon kezdet előtti liga értekezleten a társasági adó, TAO elszámolások és ellenőrzések, az országos pályaépítési program és az igazgatósági beszámoló mellett a bajnokságok tavaszi menetrendje, a téli tornák tapasztalatai, az edzői tanfolyamok és a játékvezetés került terítékre. Fonódik össze a falu és a labdarúgás. Hát a falu és a labdarúgás fontos szerepet tölt be, kis településről lévén szó, 400 lakosú, tehát az egyetlen olyan, ami hétvégi életet biztosítja. Sajnos egyre nehezebb az ilyen kis egyesületeknél, ahol nincs utánpótlás, mi is elsősorban a sombereki utánpótlásra tudunk támaszkodni, a gyerekeink is oda járnak, és most egy ilyen generációváltás előtt vagyunk, tehát az idősebbek, akik 40 év fölött vannak, abba hagynák, és egy 4-5 fiatalt kell majd beépítenünk. Hogy áll most a Görcsönydobok a megye 3-ba, és milyen céllal tud neki vágni a tavasznak? A 8. helyen áll, szeretnék ezt stabilizálni, és úgy, hogy új ifi játékosokat szeretnénk beépíteni menet közben. Tehát a szezont egy kicsit föláldoznánk a új csapat építésére is. Az elmúlt években milyen fejlesztést sikerült végrehajtani a Görcsönydobokai pályán? A Görcsönydobokai pályán végül is a korlátot, védőkorlátot tudtuk megcsinálni, kispadokat, az öntözés van folyamatban. Az öltöző az úgy, ahogy az rendben van, nagyjából azt a következő 4-5 évben szeretnénk teljesen fűtést, meg mindent korszerűsíteni. Mi a helyzet Sombereken? Hát a célok szerintem továbbra is a középmezőny. Középmezőnybe odaérni. Nagy mozgás, nem volt a csapatnál. Az előbb a Görcsönydobokaiak dicsérték a sombereki utánpótlást, hogy többek között oda is tudnak nyúlni. Mi a helyzet az utánpótlás terén? Hát én úgy érzem, hogy hosszú évek munkájával kidolgoztunk egy utánpótlás rendszert, egy mini akadémiát, amiben úgy néz ki, hogy minden a helyére került, a személyi feltételek, az eszközök. A jövő majd eldönti, hogy jól működik, hogyha van már híre, akkor ezek szerint jól csináljuk a dolgot, de igazából majd a csapatba való bekerülés, a játékosoknak a fejlődése, a minél több saját nevelési játékosnak a bekerülése fogja majd ezt igazából visszaigazolni, hogy helyes úton járunk vagy nem. A Magyar Labdarúgó Szövetség programjainak köszönhetően örvendetesen nő az igazolt labdarúgók száma, és ezzel párhuzamosan a tornáké, a mérkőzéseké is. Ezeknek azonban elengedhetetlen tartozéka a játékvezető. A játékvezetők számának növelése érdekében jutott megállapodásra a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Labdarúgó Szövetség arról, hogy az érdeklődő egyetemi hallgatók tanulmányaik keretében ingyenes játékvezetői tanfolyamot végezhetnek el, az egyetem pedig különböző kutatásokkal segíti a szakmát. Új hiánypótló sporttudományi képzést indít a Pécsi Tudományegyetem a 2016-2017-es tanév tavaszi szemeszterében. Az egyetem zalaegerszegi és pécsi képzési helyén valamennyi hallgató Campus Credit keretében vehet részt az ETK labdarúgó játékvezető képzésében. A PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézete a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve neves játékvezetők előadásai segítségével biztosítja a hallgatók részére a magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretátadást. A kurzus zárásaként a hallgatók vizsgát tehetnek, és sikeres vizsga esetén a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás játékvezetőivé válhatnak. Miért fontos ez az együttműködés? Ennyire nincs játékvezető, vagy esetleg valami újabb pluszt tudnak kapni a munkájuk során? Nem titok, hogy játékvezető hiánnyal küszködünk. Körülbelül egy 800 ezer fő hiányzik a rendszerből jelen pillanatban. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a támogatásnak, tehát a állami támogatásnak köszönhetően nőtt a csapatoknak a létszáma. 7400-ról 11300-ra nőtt a amatőr futball mérkőzések száma. Érthetően emögé játékvezetői garnitúra kell. Másrészt pedig az a közeg, ami ma körülveszi alacsonyabb osztályokban
Magyarországon a futballt, hát nem éppen hibogató és nem csalogató az a millió, ami ott van. Ettől függetlenül több oka van annak, hogy itt vagyunk. Egyrészt az, hogy igényeljük mi is azt, hogy egy tudományos kutató munka háttere legyen annak, hogy a játékvezetői képzés mögött egy arra képes és kompetens háttér legyen, mégpedig ugye az egészségtudományi kar, aki konkrétan ezzel a kutatással, ennek a területnek a kutatásával foglalkozik. A játékvezetésnél is van egy olyan történet, hogy szeretnénk azt tudni, hogy megfelelő személyiségjegyekkel rendelkezik az illető, aki ma jelentkezik a tanfolyamokra, vagy a már jelen pillanatban működő játékvezetők mennyire alkalmasak. Ez is egy szegmense, egy része annak, hogy tudjuk őket minősíteni. Másrészt pedig azt gondoljuk, hogy az élet minden területén szükségünk van arra, hogy lássuk a dolgok hátterét, és tudjuk analizálni, elemezni azokat a problémaköröket, amivel meg kell küzdeni. Kevés az a gyakorlati munka, amit látunk, ami visszaköszön, mert minden mérkőzésen van ellenőr, minden mérkőzést ugye főleg az első osztályban ugye felvesz a televízió, jó voltából látunk felvételeket, viszont én azt gondolom, hogy fontos maga az ember, maga az egyén, amit kivisz a pályára. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hisz emberek sorsáról dönt a játék. Magas adrenalinnal jár, tudjuk, hogy mindenki nyerni szeretne, és ebben a játékvezető egy nagyon fontos láncszem. A képzés során a Baranya megyei játékvezetők végzik, vagy a kurzusnak a tartását, vagy pedig az egyetemi oktatók? Is minden megyében van instruktor, tehát Baranya megyének is van megyei instruktora, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik ahhoz, hogy a játékszabályokat oktassa, viszont a hivatásos játékvezetők, ami logikánk szerint ugye a körbe jár, tehát magyarul valaki elindul alacsony szintről, eljut a hivatásos szintig, mi azt gondoljuk, hogy kötelessége is egyrészt, másrészt pedig a szerződésükben benne van, hogy ezek a hivatásos játékvezetők járják az országot, és azokból a úgymond fajsúlyosabb szabályokból, amik nagyon lényeges elemei a labdarúgásnak, ők tartják az előadásokat, tehát magyarul akkor elindul valaki, ami kikel a földből, utána szépen oda visszatér, és a jövőt oktatja, tehát a hivatásos játékvezetők tartják legtöbb helyen ezeket az oktatásokat, pontosan azért, hogy az újoncok lássák azt, aki televízióban szerepel, aki nemzetközi mérkőzéseket vezet, egyrészt ez egyfajta küldetéstudat erősítés, más pedig egy hiteles oktatást feltételez. Évről évre emelkedik a Baranya megyei utánpótlás futszál bajnokságba nevező csapatok száma. Idén ezeken a tornákon már 91 csapat versengett. Az MLS Baranya megyei igazgatósága első alkalommal írt ki futszál bajnokságot leány csapatok részére, rögtön három korosztályban, melyre 15 csapat adta le nevezését. Februárban az U13-asok, a 15-ösök és az U18-asok léptek parketre. Stábunk az U18-asok Sázsdi tornáján jár. Februárban még jobbára terelmen pattog a labda, így történt ez az utánpótláskorú lányoknál is, akik futzál tornákon mérhették össze tudásukat. Az U13-as, U15-ös és U18-as kupákon a baranyai csapatok közül többnyire a PMFC-s lányok emelkedtek ki. Persze a futballozni szerető lányok is várják már a tavaszt, amikor füves pályán üszhetik kedvenc sportágukat. Elég érdekes helyzetben van a siklósi női labdarúgás, hiszen igazából nem is siklósi égiszalat megy. Hát igen, a anyacsapatunk, így is mondhatnám, az budapesti Astralevi csapat, és mi vagyunk a leány, egyik leány csapata. Siklóson, hát most már harmadik éve csináljuk ezt a csapatot, és az ország sok része eljutottunk, hát majd a beszélgetés során ez ki is derül, fény is derül. Most éppen egy U18-as futszal teremtornán vagyunk itt a siklósiakkal is többek között. Mennyire csak futszalról van szó, mennyire csak kispályáról van szó, vagy nagypályáznak is a lányok? Hát kezdetben csak U15-ös félpályás keresztbajnokságba vettünk részt, megyei szinten. Ez kiteljesedett utána U15 országos bajnokságba,
hát játszottunk már komolyabb csapatokkal is, jó eredményeket értünk el, és most pedig idén először U15 országos NB1-es bajnokságon veszünk részt, tehát ilyen, hogy MTK, Diósgyőr, Újpest, ilyen csapatokkal játszunk. Te annak idején miért és hogyan választottad a futballt? Hát én már olyan családban nőttem fel, ahol fociznak, mert édesapám is focizott, a két öcsém is focizik, és fiúk között kezdtem kiskoromban, 8-9 évesen, aztán azóta űzem ezt a sportot. Ez a 8-9 évesen kezdted, ez 6 évvel, 7 évvel ezelőtt? Hát 17 éves vagyok, szóval kb. És milyen sikereket értél el eddig? Hát ugye kis pályán kezdtem, aztán most felkerültem ide, ez úgy jónak, nagyon jónak számít nálam, meg most csapatkapitány lettem az idény elején, szóval így örülök, meg jó sikerek, úgy érzem, meg most jól állunk a bajnokságban is. A futszál, vagy a kis pálya, vagy a nagy pálya tetszik jobban? A nagy pálya, mert ott úgy megvan a saját területem, meg azt jobban szeretem, hogy jobban el tudunk helyezkedni, jobban tudok irányítani, mint csapatkapitány, ezt jobban szeretem. Ugye a fiúknál az öltözőben rendszeresen téma a futball, nem csak a saját futballjuk, hanem a nagy csapatok, az NB1, a külföldi futball is. A lányi öltözőkben is előkerül ez a téma? Persze, természetesen mindig beszélgetünk a jelenlegi bajnoksági állásokról, spanyol fociról, angol fociról, mindenféléről. Vannak klikkek, hogy ki melyiknek szurkol? Persze, vannak a Barca fanok, Real fanok, megvan ez nálunk is. Kell egy kis lazítás a játékvezetőknek is, kell, hogy érezzék, hogy ők is egy csapat, hogy a képzéseken, felmérőkön túl kötetlenebb formában is összejöjjenek. Ha emlékeznek rá, tél elején Mohácson jártunk az ottani játékvezetők bálján, januárban pedig a Baranya megyei játékvezetők jöttek össze ünnepelni egy kicsit. Ismét megtartották a Baranya megyei játékvezetők évi rendes bájukat, amelyen vendégként megjelentek a szomszédos megyék játékvezetőinek képviselői, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya megyei igazgatóságának képviselői is. A rövid köszöntőt követően díjazták a jubiláló játékvezetőket és asszisztenseket, majd a remek vacsora után igazi báli hangulat vette kezdetét hajnalig tartó tánccal és értékes tombolával. Vitathatatlanul megérkezett a tavasz. Ezt nem csak onnan tudni, hogy egyre többen szedik a hóvirágot a meccsek oldalban, ami egyébként tilos, hanem onnan is, hogy elindultak a nagypályás bajnokságok is. Ugyan február végén még jobbára csak a magasabb osztályok léptek pályára, de azért Baranyában is lehetett meccsre menni, hiszen a megyei másod és harmadosztályban már bajnoki találkozókat játszottak. Csonkafordulóval kezdődött a tavaszi szezon Baranyában, hiszen több helyen sem engedte a pályák állapota a mérkőzések megrendezését. A másodosztályban a Nagy Kozár egy góllal legyűrte a dobogóra törő palotabozsókot, ebben az osztályban a hosszúetényi Novák Balázs háromszor talált be a Bogát kapujába. A harmadosztály Fürgenyuszi foci világ Cibulka csoportjában némi meglepetésre a Kishársát győzni tudott Lakócsán, a listavezető Diana 9-et rugott a Királyegyházának, a Vajzló pedig 6-3-at játszott a Görcsönnyel. A Dianában dr. Sárkányi Sándor jutott 3 gólig. Az NK építők Tamási csoportjában a Hidasi a Dunaszekcsői pontszerzése volt kisebb meglepetés.
rosszul a palotdobozsok, negyedik a tabellán itt a tavaszi rajt előtt, és hát akár még dobogós reményei is lehetnek, vannak? Hát reméljük, hogy lesznek. Tavaly lecsúsztunk a dobogról a negyedikén, most is a negyedikén álltunk idáig, de a Bosszátény már lejátszott a tervű mérkőzését, úgyhogy remélem, hogy ma úgy fogunk szerepelni, hogy meg tudjuk tartani a negyedikeinket. Az őszi formával elégedett volt? Hát fele más érzéseim vannak, mert elvesztettünk olyan pontokat, ahol nekünk álltak a mérkőzések, de úgy helyek közel azért meg voltam elégedve a negyedik helyen. És hogy sikerült a téli felkészülés? Hát a téli felkészülésünk az nem volt zökenőmentes, mert sajnos a mi pályánk télen alkalmatlan a futballra. Még lehet, hogy a bajnoki mérkőzésünket is el kell tolnunk, vagy a Mohácsi Műfőben fogjuk lejátszani. Hát általában termi edzések voltak, mert vagy mi minden, vagy Mohácson tudtunk termet bérelni, és ott folytak a felkészülés, vagy ott folytattuk a felkészülési időszakunkat. Kihathat ez a tavaszra? Hát szerintem az első 2-3 fordulóban igen, amíg meg nem szokják a gyerekek a nagyon méretű pályák, de remélem, hogy azért jó fogunk játszani, mert a műfüves kupán, a Csofém kupán azért a nagy pályán játszottunk, nem a teremben. Hogy sikerült az ősz, hiszen nem a középmezőnyben szerepel a csapat, viszont talán kiesési veszélyek sem fenyegetik. Hát a kiesés nem hiszem, hogy veszélyeztet minket. Talán úgy összegezhetném, hogy igazán nem volt szerencsénk. Egy kicsit több volt a negatív, mint a pozitív rész. Reméljük, hogy ez a tavasszal meg fog fordulni. És akkor így több pontot szerzünk, meg előrébb is fogunk jutni a játékos keret alapján, előrébb is kellene végeznünk. Ehhez hogy sikerült a téli felkészülés? Hát azt mondom, hogy jó volt. Jó volt ez a felkészülési torna, amit a szövetség szervezett. Megkíméltük a pályánkat, meg ideális pályán körülmények között játszottunk. Azt mondom, hogy így a legjobb volt. Van egy kis műfűvesünk, mi azon tudtunk itt edzeni, úgyhogy azt mondom, hogy sikeres volt a felkészülés. Miben lehet bizakodni a tavasszal? Csiszolódott a technika, érkeztek új játékosok? Hát remélem, hogy tehát a védelmünkkel volt igazán problémánk, fölvállaltuk jobban a játékot, a támadó játékot is, ezáltal több gólt kaptunk, és abban nem tudtunk újítani. Remélem, az megszilárdul egy kicsit, és akkor így sikeresebbek leszünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem lerázták magukról a téli álmot, és bízom benne, hogy a tavaszi fáradtságon egy jó futballmeccsel hamar túlteszik magukat. Márciusban már mi is sokat leszünk majd a szabadban, és örömmel várjuk vissza Önöket következő magazinunkban is. Viszontlátásra!